fél év zárás az Aranyban, eltemették a meggyilkolt édesanyát, adomány érkezett a gólyafészek otthonba, halálos tűz pusztított Tiszaszőlősön. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. január 25-én 18 óra 5 perckor. A karcagi Arany János általános iskolában is javában készülnek az első fél év zárására, és tervezik a programjaikat is. Tudtuk meg Szentesiné Nánási Tünde igazgatótól. December végén a szülőket tájékoztatták a gyermekeik jegyeiről, elkészítették a felmérő feladatokat, és most még 3 hétig gyakorolnak az órákon, hogy minél jobbak legyenek a jegyek. A feladatokat már előkészítettük december utolsó pár napjában, hiszen 21-22-én felkészültünk arra, hogy a fél év zárása hamarosan itt van. Elkészítettük az ilyenkor szokásos módon a felkészítő feladatsorokat, elkezdtünk ismételni, gyakorolni a gyerekekkel. A nyolcadikosoknak folyamatosan gyűjtötték az anyagokat, a középiskoláktól kapott anyagokat is átadták a végzősöknek. Az első fél év szeptember első napjától igyekszünk segíteni a nyolcadikosokat abban, hogy kellőképpen megfontoltan tudják megválasztani a továbbtanulás kapcsán a következő lépcsőfokot. Azt gondolom, hogy egyrészt szakmai anyagokat folyamatosan gyűjtöttük az elmúlt fél évben is a nyolcadikosok számára, illetve a középiskolák is megkerestek bennünket, és megkaptuk azokat az anyagokat, amelyekkel akár digitális formában, akár papíralapon tájékozódni tudtak megfelelőképpen arról, hogy milyen lehetőségek vannak a nyolcadikosok részére. Pályaorientációs napunk sajnos a COVID miatt meghiúsult, de készítettünk olyan belső anyagot a gyerekeknek, amelyet otthon egy egyhetes digitális leállás alkalmával át tudtak tekinteni, meg tudtak nézni, és ezekről a visszaállás után az osztályfőnökök további információkat adtak. Ezen kívül, hogy mennyire segítjük a nyolcadikosok fél évi meg évvégi hajráját, annyit tudok elmondani, hogy kis csoportos, illetve olyan alkalmakat teremtünk a gyerekeknek, ahol a szaktanárral, az osztályfőnökkel a továbbtanulás miatt összeülhetnek a gyerekek. Ezek általában tanórán kívüli tevékenységek formájában valósul meg, valamint az ösztöndíj programba is sikeresen pályáztunk, az útra való ösztöndíj programba, és jelenleg 4 mentor segítségével folyik a gyerekek felkészítése a továbbtanulásra. Az eladó, a szakács, a titkárnő, az asztalos, a heggesztő szakma érdekli a diákokat. Gyermekeink elsősorban a karcagi középiskolákban keresik a lehetőséget, és a karcagi középiskolák által kínált, általuk legjobban szeretett szakmák, azok továbbra is azok a szakmák, amelyek eddig is a legnépszerűbbek voltak, eladó, többen jelentkeztek szakácsnak, vagy fognak jelentkezni szakácsnak, titkárnő, asztalos, heggesztő szakmák érdeklik őket. Decemberben zárul egy karácsonyi lapkészítő pályázat gyerekeknek és felnőtteknek. Több mint 130 pályamű érkezett, aminek az értékelése megtörtént, sőt, több külön díjat is kiadtak még karácsony előtt. Ez a pályázat már lezárult, december 8-án zártuk le, addig érkezhettek be a pályaművek, mégpedig októberben hirdettük meg a karácsonyi képeslapkészítő pályázatunkat városi szinten, és nem csak a gyerekek pályázhattak, hanem érdeklődő felnőttek, pedagógusok is nyújthattak be pályaműveket. Ezeket online kértük be, és kértünk még hozzá mindenféle adatvédelem szempontjából fontos nyilatkozatokat, mert a jövőben az iskola Facebookján meg fog jelenni egy képes összeállítás ezekből a pályaművekből. Több mint 130 pályamű érkezett be,
ami bennünket is meglepett ennek a nagy száma. Nagyon nagy érdeklődésre tartott ez számon, és nagyon hosszú időbe telt, tehát 1-2 hét volt, mire minden pályázatot kellőképpen áttekintettünk, és a kategóriákon is kellett bővítenünk, mert annyira nagy számú volt, és annyi sok jó pályamű érkezett be, hogy osztottuk az első, második, harmadik, negyedik, ötödik, nyolcadik évfolyamot, illetve a felnőtt kategóriát. Lettek külön díjasaink, őket december utolsó tanítási hetének napjaiban értesítettük ki a helyezésekről. Nagyon úgy gondolom, hogy kellőképpen oda tettük magunkat, és az ajándékok, oklevelek mellett egy kis karácsonyi meglepetést is csempésztünk az ajándékcsomagokba. A karcagi tankerülettől tanulmányi munkájáért a 4. farkas Tiffany kapott egy laptopot karácsonyra. Szerencsére a mi iskolánkban is vannak kellően motivált, jó képességű gyerekek, így aztán ebben az évben is tudtunk egy gyermeket ezzel jutalmazni. A mostani 4. osztályunkból egy kislány kapta a laptopot, Farkas Tiffany. Nagyon büszkék vagyunk rá, lelkes, szorgalmas, jövőképe van, kellően motivált a családi háttere is. Kellő példát mutat arra, hogy egy ilyenkorú gyermek hogyan tanul és viselkedik egy általános iskolában, úgyhogy nagyon örült az ajándéknak, ezt át is vették karácsony előtt. Az idei nagy rendezvényeiket már megtervezték, a járványügyi helyzet függvénye, hogy mi tud megvalósulni majd belőle. Tavaly a járvány első hulláma miatt félbeszakadt, tehát a hét közepén szakadt félbe az aranyos napok megrendezése. Néhány dolog el is maradt az életünkből akkor. Most még tényleg valóban korai arról beszélni, hogy mi tud majd megvalósulni. Reményeink szerint mi ugyanúgy készülünk erre. Készülünk arra jó megoldásra, hogy addigra az országban a vírus hátrább szorul, és végre előtérbe kerülhetnek a közösségi rendezvények, mert ez nagyon hiányzik az iskola életéből, és a szokásos, hagyományos rendezvényeinket beterveztük. Úgyhogy remélem meg is tudjuk majd valósítani. Eltemették azt a 24 éves karcagi nőt, akit volt párja ölt meg. Megrázó tudósításunk következik. Eltemették azt a 24 éves karcagi nőt, akit volt párja ölt meg. A nő karácsony előtt néhány nappal tűnt el, szerettei semmit nem tudtak róla. Kiderült, hogy a férfi, miután végzett vele, a holttestét elásta a Lajos Mizsei erdőben. Amikor meghal egy ember, sokat pörgetjük a múlt film tekercseit. Felidézünk találkozásokat, boldog pillanatokat, visszagondolunk eseményekre, ahol ott volt velünk, mellettünk ő is. Folyton nosztalgiázunk, megidézzük alakját. A közös élményeket pedig újra meg újra átéljük. De közben a gyászterhe a történetekben minden színt elvett tőlünk. A közös emlékek pedig egy zavart, ködös foszlánnyá változnak. Eltűnt szerettünk. Soha többé nincsen már közöttünk. De az idő majd mindent megold. Idővel enyhülni fog a gyász is. És a fájdalom csökkenése majd eloszlatja az emlékeinkre hullott fátylat. Hiszen idővel Marcsi is újra életünk része lesz. Mert mától a szívünkben tudjuk megtalálni őt. S ha rá gondolunk, már nem fájdalmat érzünk, hanem boldogságot, melegséget, hogy ő volt nekünk, hogy minden napjainkat megtöltötte vidámsággal és szeretettel. Egy idő után pedig vastagon láthatjuk képzeletünkben arcvonásait. A megélt emlékeket szent pillantás alatt felidézhetjük. Jókai egy versében így írt: ami bennem lélek, veletek megy. Ott fog lenni mindig köztetek. Megtalálsz majd virágait között, mikor elhervadnak. Megtalálsz a falevélben, mikor lehull. Meghallasz majd az esti harangszóban, mikor elenyészik, és mikor majd megemlékezel rólam, mindig arccal, szemközt fog veled állani. Mariantól búcsút vett a karcagi temetőben, édesanyja könnyek között nyilatkozott stábunknak. Ez most egy megnyugvás volt, mert már van neki, vagy tudok hova menni hozzá, tudom azt, hogy megvan, tudom a gyerekeket vinni. Tudom, nem, most azon gondolkodtam, hogy este kiviszem a gyerekeket, mert nem akartam, hogy részt vegyenek a temetésen, és majd ott gyújtanak egy-egy mécsest, vagy egy
gyertyát. A gyerekek még mindig hazavárják édesanyjukat. Nagyobbik fia azt hiszi, elhagyta őket. Nagyon keresi már most az anyukáját egyre jobban, hogy hol van anya, és próbálom kikerülni, és akkor, hogy itt van a szívedbe. Elhagyott, mondom, nem hagyott el, itt van. Nem hagy el anya. És akkor kérdezgeti már most egyre sűrűbben. És szerintem azért van ez, hogy elhagyott anya, mert belebeszélte az apja. Ezzel akarta magától távol tartani, gondolom, hogy a kisgyerek ne keresse az anyját. Törökszent Miklós, Puszta Taskony, Újszász és Jászapáti után Karcagra is érkezett bútor adomány a tiszatavi keresztjén polgári kör és Magyar Református Szeretett Szolgálat felajánlásában és a Jásznagykun Szolnok megyei önkormányzat szervezésében. Karcagra is érkezett bútoradomány, a Tisza-tavi keresztény polgári kör és a Magyar Református Szeretett Szolgálat felajánlásában és a Jászhanykun Szolnok megyei önkormányzat szervezésében. Nagyszerű dolog segíteni és adni, különösen olyan helyekre, ahol fogyatékkal élő vagy idős embertársaink élnek családjaiktól távol. A karcagi gólyafészek otthonban 0-tól 60 éves kor között gondoznak szeretettel és nagy odafigyeléssel valamivel több mint 170 fő testi vagy szellemi fogyatékossággal élő csecsemőt, kisgyermeket, kamaszt és felnőttet. Nagyszerű helyre kerültek hát ezúttal is a bútorok, ülőpárnák, matracok és a kényelmesebb fekvés segítő elektromos ágyszerkezetek. Az elkövetkező hetekben, hónapokban folytatják az érkező adományok eljuttatását megyénk minden szegletébe, lehetőség szerint minden időseket vagy fogyatékkal élőket ellátó intézménybe. Fodor Gusztáv, református lelkész úr, az adomány akció főszervezőjének gondolatai a következők, mely szerint a szeretet összeköt és hidat épít. Ez az együttműködés is csak így működhet jól. Köszönet a holland felajánlóknak, a Tiszatavi keresztény polgári kör alapítóinak, a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei szervezetének a gördülékeny munkáért, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrnak a támogató közreműködésért. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy lakóház Tiszaszőlősön. A Szarvas Sándor úton keletkezett tűzhöz a tiszafüredi és a karcagi hivatásos tűzoltók vonultak. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy lakóház Tiszaszőlősön. Láttuk a füstöt, és a szomszédasszony telefonált a rendőrségre, tűzoltókra, azok kijöttek, és ott láttuk, hogy égett a ház, igen. Én már amit láttam, az csak a füst volt. És akkor ára már itt voltak a tűzoltók, és akkor oltották a tüzet, és akkor a fiatalembert már úgy hozták ki, hogy meg volt halva. Csak azt láttam, amikor jöttek a tűzoltókocsik, meg a mentő, meg a rendőrség, akkor meg már égett, füstölt nagyon a ház. A Szarvas Sándor úton keletkezett tűzhöz a tiszafüredi és a karcagi hivatásos tűzoltók vonultak. Az esethez a tiszafüredi hivatásos, valamint a karcagi hivatásos tűzoltók vonultak, akik behatoltak az épületbe, ahonnan egy eszméletlen embert hoztak ki, rajta sajnos már nem lehetett segíteni, ő a helyszínen életét vesztette. A tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a lángokat, illetve az ingatlanból egy gázpalackot is kihoztak, amelyet ugyan ért hűhatás, de szerencsére nem robbant fel, a tűzoltóknak csupán vissza kellett hűteni. A tűz keletkezési okát és körülményeit vizsgálják. A legtöbb lakástüzet magukra hagyott gyertyák, hibás elektromos eszközök vagy túlterhelt elektromos hálózat okozza. Gyakori az is, hogy a nem megfelelő fűtés, a főzés közbeni figyelmetlenség vagy a dohányzás áll a lakástűz hátterében. A tragédiák elkerülhetők füstérzékelő használatával, amely a tűz kialakulásakor hangos sípolással jelez, így még füstmérgezés előtt felébreszti az alvó embereket is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra, és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!